szeretnénk beírni magunkat a Ferencváros történelmébe. A Magyar Kupa döntő sajtótájékoztatója előtt a két rivális csapat játékosa, Dibusz Dénes és Gyurcsó Ádám az újságíróktól elvonulva beszélgettek egymással. A bajnokcsapatban 6 találatot szerző szélső egy dolgot biztosan nem árult el a Fradi kapusának, hogy hova lövi az MK döntőn a gólját. Ez majd meglepetés lesz, hogy már csak azért se tudjon rá készülni, de egyébként azt gondolom teljesen mindegy, ki fogja szerezni a gólt, az a lényeg, hogy a csapat sikeres legyen. Sajnos ő már jó pár gólt szerzett ellenem, úgyhogy meg is jegyeztem én őt magamnak a korábbi évek során. Szerencsére az utóbbi mérkőzéseinken már nem tudott betalálni. Bízom benne, hogy ez a sorozat folytatódni fog szerdán is, és akkor utána azt mondhatjuk, hogy volt egy rossz megérzése, és nem tudott oda gólt lőni. Történelmi lehet a Videotonnak, ha megnyeri a Magyar Kupát, hiszen a fehérváriak még sohasem nyertek egyszerre bajnokságot és MK-t. Ám saját klubja történelmébe Dibusz Dénes is beírná magát. 11 éve nem nyert a Fradi Magyar Kupát, illetve bajnokságot, úgyhogy nagyon fontos mérkőzés lesz. Szeretnénk beírni magunkat a Ferencváros történelmébe. Nem véletlenül nyertük meg a bajnokságot. Természetesen a pályán meg kell mutatni, hogy jobb csapat vagyunk, mint a Ferencváros. Ugye a fehérvári mérkőzésen a bajnokságban is inkább mi domináltunk, természetesen a hazai pálya és a szurkolók segítségével, de úgy gondolom, hogy rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a Fradira. Természetesen most ők úgy gondolják, hogy nekik egy plusz az, hogy hazai pályán játszhatnak. Mi szeretnénk ezt a különbséget, ha lehet különbségnek nevezni, eltüntetni. A sajtótájékoztató után a pályával ismerkedhettek a játékosok, bár Dibusz Dénesnek nem igazán kellett, hiszen a Fradi stadionban lesz a találkozó. Így a kapus inkább a kupára koncentrált. Nem vagyok bevonás, eddig még nem fogtam a kezembe, sőt nem is láttam ilyen közelről, úgyhogy legalább most egy álmom valóra válhatott. Remélem, hogy egy másik valóra fog válni szerda este is. A Magyar Kupa döntő május 20-án szerdán este 8 órakor kezdődik. A találkozót pedig élő szöveges tudósításban is követhetik a Nemzeti Sport Online-on.